A civilizáció felszámolására használt biológiai fegyvernek nevezte a cigányságot, és a koronavírussal hozta párhuzamba a romákat Torockai László, a Mi Hazánk elnöke. Az ügyben kerestük Farkas Flóriánt, a Fidesz képviselőjét, egyben a legnagyobb hazai cigány szervezet elnökét, de nem reagált kérdéseinkre. Horváth Aladár, roma polgárjogi aktivista szerint egy ilyen nyilvánosan elhangzott beszéd után a magyar állam vezetőinek kezdeményezniük kellene a felszólaló és a rendezvény szervezőinek felelősségre vonását. Rasszista feliratú táblákat és árpádsávos zászlókat tartó fekete ruhás emberek érkeztek Jászapátiba, a Mi Hazánk mozgalom vasárnapi cigány ellenes tüntetésére. A rendőrség csak egy külvárosi térre engedélyezte a demonstrációt azzal az indokkal, hogy a vonulás félelmet kelthet a romákban. Magyarországon és a világon ma két biológiai fegyvert használnak a civilizációnk felszámolására. Az egyik Magyarországon a cigányság, ez mondjuk Angliában vagy Amerikában a négerek, a másik biológiai fegyver az pedig a koronavírus. A TASZ munkatársa szerint a demonstráción hiába hangzott el több az előzőekhez hasonló rasszista kijelentés, azok büntetőjogi kategóriába mégsem tartoznak. Annak ellenére, hogy a beszédek előítéletesek és kirekesztőek voltak, nem valósították meg az uszítás tényállását, és mivel a gyűlést a település szélén, a vásártéren tartották meg, nem pedig romák lakta utcákban vagy egy szegregátumban, ezért a közönség fogjulejtése sem valósult meg, ami szintén jogsértő lett volna. A jogász azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyűlöletkeltő beszédekkel szemben nem csak büntetőjogi eszközökkel lehet fellépni, hanem polgári pert is lehet indítani. Ráadásul erre ebben az esetben lehet is lehetőség. Horváth Aladár, roma polgárjogi aktivista szerint egy ilyen beszéd után a magyar állam vezetőinek kezdeményezniük kellene a Mi Hazánk mozgalom betiltását. Farkas Flórián, vagy Farkas Félix ezekben az ügyekben miért van csöndben? Azt gondolom, hogy politikai indokok játszanak szerepet. Nyilvánvalóan amennyiben a Mi Hazánkkal szemben lépnének, abban az esetben a pártjuknak egyet kellene érteni azzal, hogy egy ilyen típusú szervezetre nincs szükség a magyar demokráciában. Az ügyel kapcsolatban kerestük a fideszes Farkas Flóriánt is, akit egyébként néhány napja választottak újra a Lungodrom országos cigány érdekvédelmi és polgári szövetség elnökének. Adásunk kezdetéig azonban nem kaptunk választ a megkeresésünkre.